Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Külön köszöntöm a versenyzőket, akik majd a pulpitusra kerülnek. Fiúk, a mikrofon, ének mikrofon így kell tartani. Jó tanács. Mit az oknál? Mit a külön? A 18-as van. Akkor gyere, mutasd meg! A pulpituson először Nógrád megye lordjait láthatják. Nagyon sokan így ismerik őket. Otti, mondd már el, honnan ered ez a név? Küzd meg a lámpalázzal, hogyha megcsúlni magam, ne zavarjatok haza. A lámpa az fölötted van. Akkor valázom. Hát úgy nézett ki a helyzet, hogy itt volt a délvidéki, az északi zsigulisok tábora. Aztán itt jött, ment a fórumon az osztogatás, egyik oldalról, másik oldalról. Volt ennek egy nézői tábora, aki itt vitatta, ki, hogy mint, ki, mennyire is, hogy meg minden. Aztán egyszer egész véletlenül a Cinege Laci kitalálta ezt a Nógrád megye lordjai dolgot, amire a délvidékiek haragtak, és utána ebből ez megmaradt a zenét gyakorlatilag. Otti, veletek mindig történik valami a pályán. Akad, amikor áronba köptök ki, akad, amikor technikai problémával küzdötök. Hol a hiba a szerkezetben? Igazándiból szerintem ilyen nem oda figyelésből adódó dolgok voltak, amik nagyon sokszor Belfegordnak a 4,5 kilométeréhez vezettek. Mindig azt szokták kérdezni tőlem, a versenyen kérünk-e DVD-t. Mondtam, hogyha 4,5 kilométernyi többet még, akkor küldjék el. Egy másfél éves turnusunk volt, amikor gyakorlatilag egyáltalán nem akarta. Aztán a kocsi kapott is egy nevet, úgy hívják, hogy Belfegor. Ez abból ered, hogy a legutolsó ilyen kiesésünk, ami Kazáron volt, visszavittük a garázsba, hát tegyük rá az utcai gyerekeket, következő héten műszakira kellett vinni a kocsit. Rám szóltak, az én hibám, hogy nézzek majd rá kerekekre. Megérkeztem ide a fölüljáróra a TC klubos körforgalomnál, aztán egyszer csak elindult a kerék az autó alól, szemből drága autó, ment kisfelé szépen, fogtam a fejem, kiugrottam, próbáltam elkapni, valahogy ellavírozott, elkezdtem toporzékolni, mint Győző a műsorban, hogy te magad vagy az ördög. Na, innentől, tehát ugye a Belfegor a pokol fejedelme, így kapta a kocsi a Belfegor nevet. Elég hűségesek vagytok egymáshoz, Radival. Milyennek a nagy násznak az oka? Ennyire jók vagytok együtt, vagy van valami más oka is? Hát, gyakorlatilag Radi a sorbora. Ott van a feleségem, azt megöl, hogyha nem viszem. Nem, hát gyakorlatilag mi ezt együtt kezdtük. És volt már olyan, aki beült mellém, és nagyon lelkes volt, meg tényleg mindent köszönöm. Viszont mivel Radival folyamatosan együtt megyünk, ő az, akinek elhiszem gyakorlatilag teljes egészében, amit mond, mert ezt meg elég nyugodt, hidegvérű, tehát úgy nem csinál nagy cirkuszt, hogyha esetleg, mit tudom én, valami nem jön össze. Tehát nyugodt tud maradni, azt mondom. Radi arra kértél engem, hogy ne kérdezzek tőled semmit, viszont van egy kérdés, amit nem Otitól szeretnék megkérdezni. Milyen pilótának tartod őt? Mit adok valamit a fülébe? Őszintén. Most nem tud vezetni ezt ki. Semmi közelezetés. Otti jó pilóta. Valamikor veszel előtt a köd, akkor rá kell szólni. De egyébként semmi közelezetés. És hogyan szólsz rá? Merem a sisakot. Egyébként mondom neki, hogy aki nyugi, vagy ordítok vele, hogy nyugi. Volt már ilyen, hogy át kellett ordítani elég sokszor. És ha ordítasz el, akkor megnyugszik? Nem. Hát bent a íróban megbeszéljük, hogy mi volt a baj. A service parkban szintén, és de úgy meg szokott nyugodni általában. Volt-e már olyan, hogy féltél már lette? Nem. Otti, navigálnál saját magadnak? Nem nagyon volt még rá precedens, hogy a másik ülésbe ültem volna. Egy ok miatt nem. Már mellettem Feri mondja, hogy jöjjjj. Legutóbbi kazári versenyen ott egy nagyon sajnálatos hiba miatt, amit előre tudtam, és meg kellett volna csinálni a kocsim, kiestünk. Aztán itt a Krisztián jó voltából volt olyan rendes. Ugye Ferinek mindig van 4-5 kocsi a gyárudvaron. Aztán
hazaértem, megettem a levesem, mondom, kimegyek, megnézem még a másik két kört. Hát a másfelet itt körnél kiírtem, beszélgetünk a pálya szélén. Hogy hát igen, sajnos ez van, az van, mit tudom én, ott éppen kezdjük már temetni a múltat. Mire egyszerűen megszólal Feri, figyelj, ott áll a bordó gyárba, megyünk? Akkor hívtam Krisztiánt, mondta, hogy gyerekek, hát persze, természetesen gyertek. Fölfújtunk rajta négy kereket, meg saját magunkat, és beálltunk a rajtba. Aztán Ferinek navigáltam, úgymond azon a versenyem. Nekem az volt a furcsa ebben, én nem ültem még így verseny, úgymond versenykörülmények között a másik oldalon, hogy minden úgy történik, ahogy kell. Zúg az autó, oda helyezkedik a kocsi, ahol az lenni szokásos, meg tehát minden zajlik körülöttem, de csak ülök. És néha annyit mondok, hogy lassító, vagy egy kanyar, vagy bármi. Szóval láttam Feri mellettem, kétségbe esett, adomászott, azt a mai napig nem tudtam, hogy az életünk ilyen, vagy csak simán rendesen magással. De nekem unalmas volt, hogy láttam őt azt tenni, amit nekem kéne, de csak ültem. Tehát nekem biztosan... Élveztem, tehát nagyon jó volt. Csak hogyha ahhoz kell hasonlítanom, amikor valaki vezet, szerintem aki igazán szeret vezetni, és mindig vezeti a saját versenyautóját, annak a navigátori szerep az egy picit inkább úgy mondom most már gondolom, hogy higgadtabb. Ülök, fogom a papírt, oda kell figyelni ugyanúgy, mert a navigátoron én most is azt mondom, nagyon-nagyon sok múlik. Tehát voltak már precedensek nálunk is, például Gregus Feri barátommal fordult elő, aki egy nagyon jó navigátor a tavalyi Rally 2-n, Ózdon utolértünk egy Astrát ott a többszögnél lent. Elkezdtünk menni utána, aztán úgy néz ki, hogy meg lesz. És egy lassító előtt beértük féktávon, átmentünk a lassítón, Feri mondja előtte, hogy sima jobb nyomod, mit tudom én, kanyar után figyelsz, féktáv, lassító, blabla, beleérek, stb. Nagyon jó, indexel az Astra, lemegy mellék, azt mondja, Oti, megelőztük az Astrát, Oti, segíts, hol vagyunk, eltévedtem. Keresem a vasúti átjárót, nem rá tudom, azt mondjuk tovább. Tehát számít a navigátor végül is, tehát azt mondom, hogy ez egy együttes játék. De nekem, aki mindig vezetett, annak végül is azt mondhatom, hogy azért az izgalmasabb, amikor valaki vezet. Feri, vedd át a mikrofont. Hátsó kerék feeling, mit jelent ez számodra? Van-e hátsó kerék feeling? Hogy oldod meg azt, hogy a nézőt is kiszolgált, illetve az idővel is? Jó legyen. Szerintem igen, van hátsó kerék feeling, nekem mindenem. Tehát én első kerekessel nem szívesen mennék, nem is tudok vezetni első kerekessel szerintem. Hátsó kerekessel sem. Ezt vártuk, köszönjük! Marad az összkerék? Hát egyszer kipróbálom majd talán. Mi is volt a kérdés másik felé? Hogyan hozod össze azt, hogy a látványautózás megtűrmixold az idővel? Van, amikor csak az lebeg a szemed előtt, hogy ketyegnek a másodpercek, vagy... Elfelejtettem bevenni a kabintot reggel. Ez nagyon nehéz, amíg az ember nem tud igazán gyorsan menni. Mert hogyha igazán gyorsan tud menni, van itt rá jó pár példa. Tehát akár a Rally 1-ből német adzik a csépe Gabi, tehát van jó pár példa arra, hogy gyorsan is lehet nagyon látványosan menni. Amíg eddig nem jutunk el, addig válaszút van, vagy utcai gumival megyünk és erős motorral és keresztbe, vagy megpróbálunk slickkel időre autózni. Az már egy magasabb fokozat, amit ők művelnek, hogy gyorsan mennek slick gumival. Eddig legnagyobb pereced, vagy hol volt az a verseny, amikor akkorát estél, hogy időben is nagyon sokat veszítettél? Olyan Otinak volt. Oti, akkor Oti, hallgassuk. Adán. Mesélj. Húzzatok sorsokat, hogy melyik sztori. Jó, tehát a lényeg az, hogy kis kiegészítésre szól a történet, ez igazából visznek indult. Ahol a nagy barátságok kovácsolódnak, versenyen nem történt velünk olyan, hál' Istennek le is kopogom itt a fán, eddig saját kezemben önerőből tetőt még nem kaptam. Lehet, hogy el fog jönni ez az idő is majd egyszer. Voltak becsúszásaink, tavaly például volt Kazáron egy, amikor gyakorlatilag megpróbáltam egy irreális tempóban ráfordítani az autót abba a beszűkülős, hát nekünk az ugye bal 43, mert mi lefelé írjuk, tehát nálunk a kis szám az erős kanyar, és lecsúsztunk a bozótba. Feri arra célzott, amikor kint voltunk a Mátrába autózni, és bekötötték mellém az embert, elindultunk fölfelé ketten, Feri már fölment, aztán én megelőztem az Eke Krisztiánt fölfelé, és ott a legszörnyűbb kanyarba ebbe az esbe találkoztunk, úgy elég rendesen, nekem sikerült úgy összetörni a képét, hogy hozzá nem kellett nyúlni egy újjal sem.
ott az mind a két autó oda lett, én is durván egy ilyen 20 percre, addig úgy átaludtam az egész történetet, úgyhogy nekünk ez volt a nagy közös csattanásunk, ahol mind a két kocsit gyakorlatilag KO-ra írtuk. És ebből eredt az, aztán nagyon érdekes volt, hogy Feriéknek lett előbb kész a kocsijuk, és egy előfutást vállaltak az akkori Eger, Ózd Ralin, és kérdeztem tőle a verseny után, hogy Feri, nem volt benned valamilyen kismértékig ez a csattanás, úgy az első méterek meg sem, hát azt mondja, féltem egy kicsit, meg mit tudom, ott mondták, aztán mondom neki, hogy hát miért féltél, hát menni kell, az kész, hogy félti, azt mondja, hát hülye neked, könnyű neked, nincsenek emlékeid. Egy jó 20 percet én ott oda voltam, aztán fölébredtem, az volt az első kérdésem, hogy hazamegy ez lábon, azt úgy megkérdeztem, visszaájultam még egy kicsit a kocsiban, utána kimásztam úgy a csövek közül, akkor ott elkezdtem járkálni olyan emberekkel, akikkel egész este együtt autóztam, tehát együtt mentünk ki, kezelgettem le szorgalmasan, sziasztok, minden rendben van, mi történt itt? Azt mondták mindenki, hogy hát van egy kis baj. Úgyhogy nekünk ez volt a eddig legnagyobb olyan történet, ami hála jó Istennek teljes mérő, itt sokan fogadásokat kötöttek, mi lesz velünk, hogy lesz velünk, hát természetesen a barátság az még tovább erősödött. Rendbe tettük a dolgokat, mindenki a maga megfelelő szintjén úgy, ahogy ez volt. Szerintem nagyon jó tanulság mindenkinek, azóta rádióval járunk ki, sokkal jobban figyelünk egymásra. Én erre csak azt tudom mondani, hogy 17 éven keresztül járunk a Mátrába már ki, először csak én mások mellett ültem, aztán saját kocsival is. Viszont mi soha nem hittük azt, hogy ez megtörténhet velünk, de igen, mindenkivel megtörténhet. Nagyon jó tanulság, és nagyon kell figyelni. Ennyit mondani rá.